Valahol mással kell kezdenem, kedves nézők. Megint olyasmibe ártom magam, amiből nagyon-nagyon gyenge vagyok. Majdnem, hogy semmit nem tudok róla. Holott a sport tette ki a sporttal való foglalkozás életem jelentős részét. De hát én a lövészetről csak azt tudom, hogy célba kell találni egy olyan nagy körkörös valamibe, koncentrikus körökbe. Mire befejezzük, szerintem önök is többet fognak tudni, reményeim szerint. Két segítségem van, őrájuk hagyatkozom. Egyrészt Homokiné Balogh Pálmára, másrészt Tobai Siker Renátára. Az előbbi, vagyis Pálma, szabad a keresztnevükön szólítani a hölgyeket. Pálma 1982-ben volt világbajnok a saját számában. Azt akkor úgy hívták, hogy standard pisztoly. Igen. És mitől standard? Na majd megnézzük, mert itt akkora rumli van az asztalon, ezt mind meg kell majd mutatniuk. Tehát mi volt a lényege? Tessék a nézők számára is elmondani, hányat kellett lőnie? Ez egy olyan női lövészszám, ahol... Kezébe venné a fegyvert, hogy ezt is közben mutassa? Tehát ez egy olyan női lövészszám, ahol összesen 60 lövést adtunk le, és 30 lövést pontlövés, tehát koncentrikus körös táblára. 5 lövést. Ezt hívják pontlövés? Ez a pontlövés, így van. És 30 gyorslövés. A gyorslövésnek az volt a különlegessége, hogy a tábla az nem áll, amikor rajtolunk, tehát 45 fokos szögből kellett indítani a fegyvert, és amikor befordult a tábla, mert hogy amikor állunk a lőállásban, csak az élét látjuk, és amikor... Tüzelőpiszta, az öt alakos. Az a különbség, hogy míg egy női standard pisztolyos egyetlen táblára lő, addig egy gyors tüzelőpisztolyos öt táblára lő. Tehát, amikor mi a gyors lövést adtuk le, akkor a táblának az élét láttuk. Elindította a bíró a sorozatot, az öt lövés sorozatot, vártuk a táblát, 7 másodperc múlva be is fordult, 3 másodpercig mutatta magát a tábla, és a 3 másodperc alatt kellett rajtolni, és leadni egy darab lövést, az volt a jó, ha 10-es sikerült leadni, majd újra elfordult a tábla, leengedtük a fegyverünket, vártuk, hogy beforduljon, 7 másodperc múlva befordult, és megint 3 másodperc, és ez így ment 5-ször egymás után. Tehát 30 szabadon játszott az idejével, az első 30 lövésre jól értettem? Hát nem teljesen, mert 5 lövésenként indították ott is a sorozatot, és 5 lövésre 6 perc állt rendelkezésre. De a tábla szembe állt mindig. Szemben állt, és mozdulatlan és volt, és a színe is messze volt ez a tábla? 25 méterre. Uh-huh. És míg a gyors lövésnél a tábla az egyszínű fekete volt, és hosszú káskörök jellemezték, addig a pontlövésnél pedig koncentrikus körös táblát. Csak mutatni a kamerának, így arra felé fordítja, hát biztos így. Megmutatja. Ez egy 30 lövés összesen. De hát a lényeg az, hogy két különböző fajtája volt a dolognak, 60 lövés meg volt felezve. Igen. Uh-huh. És ebből lőtt 590 kört. Így van. A lehetséges 600-ból. A pontlövés eredményem az 293 volt, és a gyors az pedig 297. Tehát magyarán szólva összesen 10, hát hogy mondjam, mint hogyha úgy mondhatom leegyszerűsítve, mintha 60-szor a 10-es lehet eltalálni, ez a tuti, ez a totálisan jó, és 10-szer a 9-est. Lőttem 8-ast is. Lőtt 8-es is, hát az hogy, akkor az hogy jön ki, hogy több 10-es lőtt, mint 9, ehhez legalábbis 51-et kellett lőnie. Igen. Hogy egészen pontosan miért hívják ezt a pisztolyt, vagy akkor hívták standard pisztolynak, ezt nem tudom, az biztos, hogy nagyon sok szabályt be kellett tartani.
Tehát amikor hitelesítették a fegyvert, akkor beletették egy dobozba, tehát egy dobozba bele kellett, hogy férjen, ami azt jelenti, hogy meg volt adva a hosszúság, a szélessége, magassága, és megmérték az elsütés erejét is, tehát amikor felhúztuk a szánt, ráakasztottak 1 kiló súlyt, azt el kellett, hogy bírja az elsütő billentyű. Ez arra szolgált, hogy bizonyos erőkifejtés kelljen ahhoz, megszabott erőkifejtés, hogy a ravaszt elsüsse. Igen. Aha, és így mérték, hogy ráakasztottak egy súlyt. Renáta, ez mennyire tél el a maga? A pisztolyától, hogy eltér, azt nem kell nagyon nekem magyarázni, mert mondjuk kétszer olyan hosszú. Ez az a pisztoly, vagy a másik? Ez a légpisztoly. Ez egy kicsit más, mint a standard pisztoly, illetve most már sportpisztolynak hívjuk ezt a női versenyszámot. Ezzel a léget lőjük, és a másik, ami majdnem olyan, mint a pálmái, ez pedig az én sportpisztolyom. Ez ugyanolyan fegyver, csak más a márkája, 22-es kaliberű, és tulajdonképpen ugyanazt a versenyszámot lőjük. Sportpisztoly 30 plusz 30, most már ennek a neve, tehát ugyanúgy 30 pont és 30 gyors leadott lövésünk van. Egy pici változással, ugye a lőlapok változtak az évek alatt, egy picit kisebb lett már a 10-es, illetve most már nem forog a tábla, hanem piros és zöld lámpára indulunk. Tehát a tábla az mozdulatlan, csak jelzésekre kell indulni. Az azt jelenti, hogy amikor zöld, akkor lőhet, és csak addig, míg zöld. Így van. Igen. Aha. És egy elektromos találatjelzőgép mutatja mekkora a lövésünket. Mekkora a tábla egyáltalán? Centiméterbe, átmérőben. A pont részét egy ekkora táblára lőjük, tehát mennyi itt a 10-es olyan 5 centi körül van. Ennek ugye még van egy nagyobb fehér része is így körben, de azt most nem hoztam el, mert az egy kicsit óriási lenne. Úgyhogy ez itt maga a 10-es. A 10-esen belül van egy belső 10-es kör, ami nekünk csak azért fontos, hogy ha esetleg köregyenlőség van, akkor a belső tízesek alapján döntik el, igen. Ez maguknál de is így volt még, ugye, Pálma? Pontnál nem számított a köregyenlőség, hanem a versenyek azok szétlövéssel dőltek el. Tehát köregyenlőség esetén a gyors táblára, tehát a forgó táblára lőttünk, és az döntött, hogy abban még ki a még egyszer 30-at? Nem, hanem 10-et. 10-et. Igen. Csak akkor se dőlt el? Akkor még egyszer 10-et. Egészen addig, ameddig el nem dőlt, igen. Bocsánat, szavába vágtam. Még mindig, tehát ez a belső kör, ez a kicsike, igen, mondjuk 2 centis átmérőjű, ez dönthet egy versenyben, ha egyébként egyenlő. Hogy kinek van több ott. Igen, a döntőbe jutásnál fontos ez különben, mert viszonylag kiegyensúlyozott ugye a mezőny eleje, hát egy 10-15 ember is akár köregyenlőséggel ott állhat a 8-as döntő határán, és akkor a 7.-8. helyére általában egy ilyen szétlövés helyett, ami régen volt, most már a belső tízesek döntenek, hogy ki kerül be a döntőbe. Hát, hogyha 580-nal a 7., 8., 9., 10. helyen mindenki egyformán áll, akkor ugye csak 2 ember kerülhet be 7., 8. helyen, a másik 2 nem, akkor megnézik, hogy ki lőtt az alapversenyen több belső tízest, és az jut be. Ja, érdekes módon szerintem ez a pisztoly abba a bizonyos dobozba befért volna, mert ez hosszabbnak tűnik. A Renátáé, nem? Vagy ugyanolyan? Szerintem az a szabály nem változott igazából. Az irányzék, az igen, ugyanaz. Szerintem ugyanaz a mére. Igen. Nem így karcsúbbnak, valószínűleg a karcsúságot tévesztett. Biztos csak a szín miatt, az egybefüggő fekete, ebben meg van egy kis szín. De ezek az alapvető szabályok nem változtak, ugyanúgy 1 kilós az én sütésem is, meg kell neki felelni, ugyanúgy a bíró fölemeli a súlyt, azt az 1 kilós súlyt a billentyű, az elsütő billentyűvel, azt el kell bírnia. Na most beszéljünk arra egy kicsit, mi vitte a hölgyeket arra a kétségbe esett lépésre, egy lövéspontot válaszza. Ez részemről nem volt kétségbeesett döntés. Hát csak úgy mondtam. Az én testvérem lőtt, a bátyám lőtt, amikor
Már 2 éve előtt, amikor egy versenyére kilátogattam a Marciványi téri lőtérre, és nagyon tetszett ott a légkör. És elmentem egy edzésre, néztem egy darabig, hogy mit csinálnak a lövők a lőállásban, és oda jött a testvéremnek az edzője, és kérdezte, hogy van kedvem kipróbálni, és mondtam, hogy van. És ez a légkör, a lőszernek, a lőpornak az illata, az, hogy jó illata van. Én nem tudom milyen. Finom. A lőpornak az illata nagyon megfogott. Meg én fiús lány vagyok, nekem 3 fiú testvérem van, tehát én otthon azért kaptam fiús kiképzést. Az édesapám nagyon sokat mesélt fegyverekről. A bátyám időnként hazahozta a légfegyverét, és akkor nagy versenyeket rendeztünk az előszobában. Szét is lőttünk egy szekrényajtót, anyukám nem kis bánatára. Jól éreztem ott magam. És én valójában az általános iskolában is fel voltam mentve tornából, testnevelésből. Mert egy fejlődési szívrendellenességgel születtem, és nem tornázhattam. És nekem ez annyira jó volt, hogy a lövészet az egy sport, és hogy ezt én is csinálhatom, én is kipróbálhatom. Persze aztán megtudtam, hogy ez sokkal több azért, mint hogy a lőállásban állunk, és időnként leadunk egy lövést, mert ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő kondíció, ahhoz fizikai edzésekre kellett járni, futni kellett, úszni kellett, mondjuk azt kevésbé szerettem, de nagy lelkesedéssel futottam magamtól is, magam szorgalmából, és jöttek az eredmények. És ez úgy ott tartott. Nagyon szerettem kint lenni a lőtéren, szinte az összes szabad időmet ott töltöttem. Renáta, az ember azt gondolná, a néző csak ülve látja, de én már láttam állva is, miután itt van, és olyan, mint egy magasugró. Magas, karcsú. Mi vitte a lövészethez? Egy véletlen egybeesés volt ez az egész. Én mondjuk tornatagozatos általános iskolába jártam, és 8. osztályos voltam, amikor jöttek az iskolába, hogy ki lehet próbálni a lövészetet is. De ez ilyen rendszeres dolog volt, hogy egyszer úszni vittek, egyszer futni, és akkor egyszer csak elvittek lőni is. Nekem nagyon tetszett, mert izgalmas volt. Életemben nem láttam még fegyvert, azt sem tudtam, hogy mit kell csinálni. A kezembe adtak egy légpuskát, és akkor azzal ott az iskola udvaron kellett a nyárfára leadni egy pár lövést, oda ki volt tűzve egy lőlap, és aki eltalálta körülbelül azt az irányt, az elmehetett erre a versenyre, amit ott rendeztek a kerületben. Ez húsvétkor volt, egy Nyuszi Kupa nevezetű versenyen indult az én sportpályafutásom. Mennyi idős volt akkor? 8. voltam, 13 éves körülbelül. Igen. És akkor elmentem a Nyuszi Kupára, ahol akkor már életemben másodszor láttam fegyvert, és egy légpuskával 3. lettem azon a kerületi versenyen, és ott tanácsolta a bíró, hogy egész ügyes voltam, menjek le egy lőtérre, és akkor vittek le utána a Pongrácz úti honvéd lőtérre. És ebben a versenyszámban, amivel 1982-ben 590 körül, Caracasban volt, igen, Venezuelában. Pálma nyert, mennyi a legjobb eredménye? Versenyen 2014-ben a világbajnokságon, ahol ugye bronzérmet szereztem, és egyben az első kvótát, akkor én 586 körrel kerültem be a döntőbe. Majdnem hasonlót lőttem, mint a pálma, mert az én gyorsom is 2.97 volt, a pont része volt egy kicsit gyengébb, az 2.89, és akkor így összesítve 586 talán az is az egyik legjobban versenyen, amit eddig lőttem. Már elmondtad, de azért hangsúlyozni kívánom, tehát ez a hölgy szerezte az első kvótát a Riói olimpiára, ő az egyes számú kvóta tulajdonosa és birtokosa. Azt elfelejtettem megkérdezni, mindez hol történt az indulásuk, tehát hol volt az, ahol helyileg, már közigazgatásilag, vagyis hogy hol élt?
Amikor elkezdtem lőni, én Kőbányán az általános iskolában, ahova jártam ott, az iskola udvarán. Én pedig az 5. kerületben, a Molnár utcában. Ez a belváros kellős közepe, igen. Nem tudom, miért nem jutott eszembe, hogy megkérdezem, és valahogy úgy élt bennem, hogy ilyen lövészek csak vidéken teremnek. De hát ezek szerint... Ott is teremnek. Nem. De ezek szerint nem. Most kérem szépen, jó volna tudni, mert ugye beletalálgattak ugye a körbe, próbálkozott a sportággal a vivéret, tehát értem az odavezető utat. Mi az odavezető képesség? Tehát mi az, ami kell hozzá? Hát valami csak alkalmassá, tehetségessé teszi az embert. Már az, hogy egyszer egy ilyen gyerekversenyen lő, és nem a tábla mellé, vagy eltalálja a tábla, ez még nem biztos ígéret. Mi az, ami mondjuk a laikus azt mondaná, jó szeme kell, hogy legyen. Hát 25 méterre azért az ember ellát, de hát ez nagyon incifinci ez a belső kör, amit ugye 293 körhöz vagy 7-hez azért azt nagyon jól kell eltalálni. És az benne talán a nehéz, de ezt majd elmondják, hogy folyton visszaeresztem a karomat. Tehát nincs az állandóság, hogy egyszer így kitartottam, és ez most úgy marad. Nagyon sok minden kell hozzá szerintem, tehát kell egy kis kondíció, jó szem kell hozzá, persze, de én mégis mást mondanék, szerintem érdeklődés kell, hogy az ember érdekelje az, amit csinál, illetve kell hozzá tudatosság. Tehát, hogy amit csinálok, és amilyen eredménye lett annak, amit csinálok, azt hogyan javítom ki, hogyan konzerv, tehát ha jó a találat, akkor hogyan ismétlem meg újra és újra, illetve, és érem el ugyanazt az eredményt, illetve, hogyha valami nem úgy sikerül, akkor hogyan javítom ki. Persze kell segítség is, különösen az elején egy kezdőnek, aki megtanítja az alapmozgásra, az alapmozdulatokra, aki kívülről látja, hogy milyen is az a mozgás. Kell olyan edző, aki sok lehetőséget biztosít. Bocsánat, ezzel gondolom egyetért, amit eddig hall. Most itt álljunk meg, nem felejtettem el, hogy miről beszélünk, álljunk meg egy pillanatra, jó volna megmutatni, vagy konkretizálni, hogy például mondjuk mi az, amit az edző meglát, észrevesz és kijavít egy kezdőnél. Tehát mit csinál rosszul? Mit lehet ebben rosszul csinálni? Tehát én, aki mondjuk így tartottam az előbb a kezem, mit csináltam rosszul? Hogyan áll be az ember? Tehát, hogy a táblához képest hogy áll? Milyen izmai feszülnek kívülről láthatóan? Hogyan tartja és magát? És lehet az, hogyan hogy nem a megfelelő fejét? Izmai feszülnek? Abszolút. És az alapvetően meghatározza... Közben én közvetítem, mint kommentátor, hogy Renáta bólogat. Ha nem is szólt egy szót sem. De átadom a szót. Igen, nem csak azért kérdezem, mert ez érdekes lehet, hogy ezt se tudhatjuk, igaz, hogy az edző mit mond meg. Mert a mozgás viszonylag természetes, annyi cowboyt lát az ember a filmeken célból lőni. De mégis, hát azért itt még a pulzusuk is számít, nem? Hajaj, nagyon a, is. A lövésnél, mert attól is elmozdulhat a kéz. És ha már pulzus, ugye hogyan vesszük a levegőt, mennyi levegőt tartunk be. Tehát azért az valami látszik kívülről is. És éppen ezért hangsúlyoztam, hogy az elején nagyon fontos, hogy milyen edző indítja útnak az embert, milyen tudást ad, milyen felkészültséget ad, és aztán a nüanszokat úgy is maga a versenyző teszi szerintem rendbe, helyre. Hogy észreveszi magán? Hogy... Igen, igen. Van, ami már nem látszik kívülről, azt gondolom. Na most akkor vegyük ezt is egy konkrét példába. Odáll a lő, most abban az állapotban, ameddig eljutott, tehát már világklasszisként, odáll, mi az, amit végig kell gondolnia, hogy az úgy menjen? Még akkor is automatizálódott, tehát már tudja, mert 100 000-szer csinálta.
minden egyes apró kis mozdulatot mindig ugyanúgy kell csinálnunk. Honnan kezdve? A betöltéstől kezdve? Akár? Már a beállástól kezdve, igen. Tessék, hogy hol van a lőlap, hova állok be, mennyire fordulok rá a lőlapra, ne feszüljön pluszba semmilyen izmom, se a térdem, se a vállam, ne szorítsam. Laza legyen úgy, ahogy van. Nem lazának kell lenni, tónusban kell lennie mindennek, de nem szabad túlfeszíteni sehol, mert ha én fölhúzom a vállamat, akkor azzal a jobb kezemet is egy kicsit befolyásolom, tehát mondjuk a bal vállamat ellazítom, de a térdem, csípőm, hátam az feszesen áll. A kezemben a fegyver az sem mindegy, hogy mennyire fogom erősen, ha nagyon rászorítok, akkor nem tudok sütni. Ugye, ha minden ujjam... Tálma is bólogat. Minden ujjam meg van feszülve, akkor a sütő ujjam is ugye mozdulatlanná válik. A sütő ujjam az a, az a mutató az a... ujjam. Ez. Úgy értve, elsütő ujjam, nem az otthoni sütemény sütő ujjam. Szóval ez is egy érdekes dolog, hogy én úgy szorítom meg a fegyvert, hogy csak körülölelem, és a sütő ujjam az ugye viszonylag laza, ahogy mozog, az szabadon tudja húzni azt az egy kilót, mert az egész lövéstechnikának a lelke az az elsütés pillanata, nem szabad belerántani. Tehát nagyon türelmesen szépen végig kell húzni ezt az egy kilós sütést, hogy utána a tízesben legyen az a találat. Igen. A közbevető kérdés. Amikor beteszi ott az ujját hozzá, igen, mondjuk, akkor rögtön ráteszi a, igen, láttam, rátette a ravaszra az ujját. Igen. Tehát nem rávezeti, mikor már benn van, hanem megfogja valójában. Nem, ráfogok valójában, föl is húzom, és akkor jobban látszik, ennek van egy előhúzás van mozdulata. Játéka, igen. Ez az előhúzás, amivel én tudok játszani, és utána fog elsülni. Most elsült, amikor húzom egy kicsit tovább. Igen. De ennek egy folyamatos cselekvésnek kell lenni föltehetően, igen, hogy ne lökje meg. Igen. És visszatérve egy picit az alap tulajdonságokra, szerintem a kitartás és a nyugalom az, ami még nagyon fontos egy lövőnek. A kitartást értem. A nyugalom az mit értsünk ezen? Ez egy borzasztó monoton sport, folyamatosan ugyanaz történik edzésen. Tulajdonképpen a minden egyes lövés egyformán kell, hogy működjön. Az is unalmas tud lenni, ha már mindig tízest lő az ember, és mindig egy kicsit motiváltnak kell lenni, hogy ez tovább menjen éveken keresztül, úgyhogy én erre értem ezt a türelmet, hogy ezt elviselni, hogy egyedül állok egy lőállásban, ez ugye nem csapatsport, nincs mellettem senki, síri csöndben történik minden. Ezt azért ehhez kell egy olyan belső nyugalom, hogy az ember türelmesen el tudja viselni hosszú időn keresztül. Érzékel valamit közben a külvilágból? No? Én mindig úgy versenyeztem, nagyon izgulós voltam, és mindig úgy versenyeztem, hogy amikor beálltam a lőállásba, akkor elképzeltem, hogy rajtam kívül egy teremtett lélek nincs a lőtéren, de a földön sem, úgy körülbelül, hogy csak magam lehessek, hogy ne befolyásoljon, hogy mi történik hátul, hogy valaki szól valamit, és az ember elveszíti a koncentrációt, az nagy baj. Érzékeli az ember, hogy van hátul alapzaj, de nem szabad meghallani a hangokat, nem szabad azonosítani, hogy azt most ki mondta, miért mondta, egész pontosan mit mondott, hanem az egy zsongás kell, hogy legyen. Legalábbis én úgy mi történhet, ha valaki ottan a megszokott fegyelem ellenére valami gesztust tesz, vagy megmoccant, tehát megzavarja, mit tehet? Hát végül is az ideje kötve van, hogy el kell sütni a fegyvert. Ezt kell kizárni. És aztán ezt is tanulni kell. Van, amikor sikerül, van, amikor nem sikerül. Nem szabad észrevenni, nem szabad foglalkozni azzal, hogy mi zajlik körülöttünk, mert ez kizökkent, és akkor már nem arra figyelek, amit csinálnom kell. Úgyhogy mindenképpen én is kizárom a külvilágot. Ennyire nem lehet természetesen, mert most már nagyon megváltozott egy-egy verseny, szól a zene a döntőben, kamerák vesznek minket körül, előttem kis sínen is szaladnak,
kamerák, amik ugye mindig bejönnek az én látóteremben. Tehát a zavaró momentumok. Nem zavaró, nem direkt, most már de... megszoktuk. Igen, az elején zavaró volt, amikor legelőször alkalmaztak ilyen dolgokat. Ehhez hozzá kell szokni. Nem zavar, nem figyelek rá, kizárom. Azért ezt meg kell tanulni, ezt hozzá kell szoktatni az embernek magát, hogy semmire ne figyeljen. Van fülvédő magukon? Szóval van, hogy ne zaj ne jöjjön be? Igen, igen. Uh-huh. Hát az valamit segít. Még a szemüket kéne bekötni. Vannak különben ilyen apróságok, én kettő fülvédőt is használok, van egy belső fülvédőm, és még arra ráveszem ezt a nagy fülest, hogy ne halljam meg az ilyen nagyobb csattanásokat, és a szemüvegünkön, a lövészszemüvegen is itt van. Igen, arra is rá lehet rakni még így oldalra is ilyen kis takarókat. Hogy lássák a nézők. Igen. Ez itt egy lövészszemüveg, ami ugye van benne egy lencse, ami nekem segít, hogy teljesen élesen lássak. Ezen most talán van egy szűrő is, egy kis sötétített szűrő, mert hétvégén versenyen voltam, és nagyon sütött a nap, de azt le lehet róla venni. És akkor ide oldalra tudunk még rakni takarókat, ide is lehet egy kis shieldet föltenni, azt hogy ne lássam. Azt föl. Igen. Tehát és akkor az egész sorozat alatt ott marad, amíg a versenyt tartunk. Igen, igen, igen. Az sokat számít, hogyha nagyon süt a nap, akkor ne süssön a szemünkbe, vagy ha fúj a szél, akkor ha ezt lehajtja, ugye a másik szem elé, mint nem használ, igen. Akkor be van egy csukva a szeme, becsukva van mégis a szeme, vagy nyitva tartja? Nyitva tartom a szememet. Azt is, amire van takarva. Persze. Így van, le van takarva csak, mert ugye egy picit talán jobb, hogyha szemüveg nélkül is nagyon sokan lőnek, ugye hunyorogva, de hogyha becsukom ezt a szemem, akkor a másik is egy kicsit összeszűkül, ezért jobb, ha csak el van takarva, és akkor ugyanazt látom, mintha becsuktam. Annak idején ez mind volt szintén? Nem. Tehát én még úgy lőttem, hogy két szemmel, tehát úgy tanultam meglőni két szemmel, abszolút mind a két szemem nyitva volt, de mindenkinek van egy vezérszeme, vagy minden lövésznek kell, hogy legyen egy vezérszeme, és gyakorlatilag a másik szem az segít abban, hogy az ember stabilon álljon a lábán, de valójában nem látok mást, vagy nem láttam mást, mint az irányzékot, a nézőkét célgömböt élesen, a táblát homályosan, vagy homályosabban, mert ugye olyan nagy a távolság, hogy nem lehet mind a kettőt teljes élességgel látni, és akkor még nem volt szemellenző, sapka, semmi, hanem előre, mindent, előre iránya az irányzék. De ez érdekes módon, hát végülis az eredmények nem igazolják a dolgot, hogy akkor rosszabbak lettek volna, mint manapság. Ahogy korosodtam, és nekem is lett szemüvegem, akkor utána én is használtam már ilyen hasonló szemüveget, illetve akkor már én is használtam szemtakarót. De ez a sportpályafutáson vége felé. Egyszerűen azért, mert romlott a szemem. És amikor előbb szóba került a pulzus kérdése, lehet azt becélozni, hogy mit kezdjek a pulzusaimmal, amikor beállok, hogy mikor süssem el ahhoz, hogy a pulzus ne befolyásolja? Ugye említettem, hogy van, ami már nem látszik kívülről. Például az, hogy én legalábbis úgy csinálom, meg kell tanulni, mindannyiunknak van egy ritmusa, egy belső ritmusa, és ehhez kell alkalmazkodni, hogy amikor, és magán az edzésen olyan technikát megtanulni, hogyha magas a pulzus, akkor is működjön. Tehát amit a Reni mondott, hogy nem nagyon kell itt gondolkodni a lövés során, hanem automatikusan, mint egy gép úgy lőni. És nekem soha nem ment például a légpisztoly, azért, mert ott sokkal precízebben kell célozni, sokkal kisebb elmozdulások nagyobb hibát eredményeznek. Egy lövőnek, legalábbis én úgy gondolom, vagy magamról beszélve, tehát nekem soha nem állt meg a kezem. Hanem amikor azt mondtam, hogy áll
a cső, hát az csak egy ilyen viszonylagos állás volt. Meg kellett tanulni, hogy mekkora levegőt kell, hogy vegyek, mennyit tartsak bent, mennyit engedjek ki, illetve, hogy amikor kinyújtottam a kezem, már húztam a billentyűt, hogy amikor a pulzus és a szívdobogás, illetve a mozgás együtt állt, akkor addigra el is sült a billentyű. Ez nagyon nehéz így elmondani, hogy ez hogyan is néz ki belülről. Nem tudom a pulzusomtól függővé tenni azt, hogy mikor lövök, hisz edzésen mondjuk 80 a pulzusom, versenyen meg lehet, hogy 160. Azt úgy nehéz gyakorolni. Tudom ezt kontrollálni, ezt a részét tanultam meg az elmúlt 20 év alatt, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi a pulzusom, én akkor is ugyanolyan nyugodtan végigcsinálom az egészet, és szinte mozdulatlanul áll akkor is a kezem, hisz már megtanultam kontrollálni. Erre nagyon jó feladatok vannak különben, akár edzésen is versenyhelyzetet teremtek. Én azt szoktam csinálni versenyek előtt mostanában, hogy betárazok, lerakom a tárat a fegyver mellé, majd elkezdek ugrálni, vagy guggolni, vagy valamit, amitől egy perc alatt hirtelen felszökik a pulzusom, és akkor utána gyorsan belerakom a lőszert a fegyverbe, és elkezdek lőni, mert ugye akkor is nagyon magas a pulzusom. És az edzésen látom, hogy tulajdonképpen ugyanolyan jól tudok lőni magas pulzussal is. Ez ad némi önbizalmat, illetve ezen kívül lehet légzéstechnikát gyakorolni, amivel az ember tudatosan leviszi a pulzusát, mondjuk 150-ről fél perc alatt le tudom vinni 140-re, és akkor így tovább saját magamat lenyugtatom egy versenyem. Azért elég sok minden van. Például, ugye azt mondja, hogy volt 8-as is abban a bizonyos, igen, 590-ben, ami azért egy ijegység, vagy nem tudom én, azonnal meg tudja, hogy mi az eredménye? Igen, igen, hiszen távcsővel kontrolláltuk, hogy csak az az érdekes ebben, hogy az ember már annyira tudja, tehát amikor elsül a fegyver, már lehet tudni, hogy az körülbelül hová ment. De persze belenézünk a távcsőbe, és látjuk, hogy hová ment. De bárhová is megy, a következő lövésre, vagy ment az előző lövés, mindig a következőre kell koncentrálni. Tehát nem szabad... Még magam is tudnám, csak hogy csinálja? Hogy tudja semmibe venni azt, hogy itt baj van, vagy hogy most mi történt? Ha csak egy 8-as van, az nem baj. Az belefér. Rengeteg 10-es mellé belefér egy ilyen hiba, okay, hát mert összesítve... De mondjuk, hogy valami azért becsúszhat egy ilyen sorozatba, még egy, vagy 7-es, vagy bármi, ami rémületet kelt, vagy megijeszti az embert. Az kellemetlen, de ahogy a Pálma is mondta, az elsütés pillanatában ugye tudjuk, hogy mi a lövés, még anélkül, hogy ránéznék a távcsőre, vagy a monitorba. Tudom, hogy ez most egy magas 8-as, vagy jobbos 7-es, sőt, azt is meg tudom mondani adott esetben, hogy ez most egy érintő 10-es, vagy egy belső 10-es, mert ezt mi már érezzük, kialakult bennünk egy ilyen hetedik érzék, amivel tudjuk, hogy hova megy ez a lövés, úgyhogy hát abban a pillanatban ez egy nagyon rossz érzés, ami átszalad az emberen, de pár másodperc múlva elfelejtem, és megint arra koncentrálok, hogy mi a feladat, mi fog történni a következő lövésnél, mert egy lövés nem lövés, az nem viszi el az egész versenyt, 60 lövésből áll a végeredmény. Nem ez szabad, hogy elvigye. A másik, amit már jeleztem is, hogy nem tudok elképzelni őszintén szóval, hogy tudják megcsinálni, egy olyan helyzetben, amikor még le kell ereszteni újra a karjukat, és újra ugyanabba az állásba visszaemelni, hogy annak a automatizmusa, hogy kialakuljon, mert itt ebben magyarul mozgás van, tehát nem lehet feszesen így tartani az egész verseny alatt. Nem lehet, az nagyon fájna hát a végére. Hát is fárasztó is lenne. Így is fáj, hogy letesszük a fegyvert sokszor, ez egy könnyítés nekünk, de olyan izmok alakulnak ki az ember hátában, vállában, karjában, ami tulajdonképpen mindig ugyanoda emelem vissza már a kezemet. Abban már hiba nincsen. Igen? Igen, abszolút. Igen. Meg hát nézegettem az edzésnaplómat, hogy annak idején mennyit lőttünk edzésen, mennyi leadott lövés
volt egy-egy évben, ami a gyakorlást jelentette. És például, amikor világbajnokságot nyertem, már májusban több mint 5000 lövést adtam le csak a standard pisztolya. A verseny akkor novemberben volt, szeptemberben már 10000 lövésnél tartottam, és még 2500 darab lőszert kaptam október elején. Tehát ez 12500, hogyha mind előtte. Tehát ez rengeteg. Renáta. Hasonlóan, éves szinten a légpisztollyal mondjuk olyan 10000 lövedéket használunk el. Sportpisztolya az változó, ilyen 10-20000 lőszer kell egy évre, de most már erre is vannak újítások, akár lőszer nélkül is tudok gyakorolni, vannak ehhez megfelelő gépek. Kicsit rászerelek a fegyverem csövére egy ilyen lézeres érzékelőt, a lőlapnál is van a másik vége, és akkor mutatja szépen, hogy hogy mozog a kezem, mikor sütöm el, és ezt akár lőszer nélkül is lehet csinálni. Nem ugyanaz a kettő, mert nyilván nem dobja meg a lövés pillanatában a fegyvercsövét semmi, de az apró finom mozgásokat tudom. Tehát ez szimulálja a lövést. Igen, igen. Magát a sütés technikát lehet vele gyakorolni, a lőszerrel meg egy kicsit más, mert ott ugye van illata. Akkor ez kölcsönös, ugye? A lőpor illata, igen. Meg hát megdobja az ember kezét, illetve az izmak is máshogy reagálnak, ahogy egy ilyen hullámszerű mozgás végigfut az emberem egy-egy ilyen lövéstől, ugye az megüti az ember testét mindig. Na most amikor az ember nincs a lőpályán, nem gyakorol, nincs versenye éppen, van-e a privát életben olyasmi, ami ehhez a sportághoz, hogy milyen úgy tartozik hozzá, hogy az ember a privát életben valamit kizár, mert az nem tesz jót, vagy valamit művel, mert az még majd segíti. Nem tudom, elég értelmesen mondtam el. Hogy kell-e valamit elvon magától az ember, mert árthat a versenyzésének, vagy fordítva, hogy mi az, amit otthon is tudok csinálni, az, ami hozzásegít. Ez időszakfüggő, vannak bizonyos dolgok, amit nem lehet csinálni, például olimpia előtt, vagy egy nagyobb európai bajnokság, világbajnokság előtt már nem megyek el síelni, vagy nem görkorcsolyázom. Ilyen apróságok, hogy ne törjem össze magam, ezeket olyan szinte tilos. Hát, hogy a karrierre vigyázzon, persze. Igen. És vannak olyan fejlesztő dolgok, amit viszont mindenképpen csinálni kell. Mi is járunk úszni, légzés technikára, gyógytornára, mély hátizmokat fejlesztünk, ami mind segíti a lövészetet. Nem lesz-e féloldalas az ember? Ha nem vigyáz, akkor mindenképpen. Tehát lehet féloldalas. Igen. Na, hát akkor azt is... Nekem van is egy kis gerincferdülésem. Igen. De hát jártunk tornatermi edzésre, ami azért jól átmozgatott, meg időnként a másik karunkkal is emelgettük a fegyvert, pont a különösen bemelegítésnél, vagy amikor nagyon sokat edzettünk, hogy ez a féloldalasság, ez valamilyen módon korrigálásra kerüljön. Önök biztos tudják mind a ketten, amit talán nézők között is sokan tudnak, ugye Takács Károly, aki úgy lett olimpiai bajnok még egyszer, hogy valami fölrobbant, egy katona volt, és a foglalkozási ártalomként fölrobbant valami lövedék, amelyik hát tönkretett az egyik karját, és megtanult a másikkal lőni. Elképzelhető ez, vagy ez egy egész rendkívüli képesség? Szerintem ez egy rendkívüli képesség, és hihetetlen akaraterő és elkötelezettség kellett ahhoz. Igen, az nem mindennapi teljesítmény. Igen, mert még írni se tud egy jobb kezes, a bal kezével, nem, hogy még ezt a precíz munkát Igen. végezni. Igen. Egy kicsit beszéljenek, ha szabad kérnem, az életüknek a privát részéről. Hát Pálmát kérdem elő, mert előbb hagyta abba. Egyrészt miért? Megszületett talán. Mert ebben nincs korhatár, egyet ma is nyugodtan versenyezhetne. Ó, simán, erről az jut eszembe, hogy 22 éves voltam, amikor világbajnokságot nyertem, és
Nyugat-Európában, illetve tengeren túlon inkább azok a olyan korú hölgyek versenyeztek, akik, nem tudom, hogy ez hogy van most, versenyeztek, akik már megteremtették maguknak az egzisztenciát. És egy ausztrál hölgy, egy sportás, odajött hozzám, miután megnyertem a versenyt, és így megtapogatott, és azt mondta, hogy milyen fiatal. Tényleg fiatal volt, 22 évesen. Igen. De ez olyan, tényleg olyan vicces volt. Azért hagytam abba, mert megszületett a lányom, és sokáig voltam vele otthon, és egyszerűen rájöttem, hogy nem hiányzik nekem az a fajta feszültség, ami a versenyekkel járt. Ugye minden időszaknak megvolt a fő versenye, ahol teljesíteni kellett. Ugye 4 évenként világbajnokság, aztán szintén 4 évenként az olimpia, ami nekem sajnos kimaradt, ugye az 1984-es olimpia, illetve minden évnek megvolt a fő versenye. És említettem, én eléggé izgulós voltam, és hogy otthon voltam a lányommal, boldog, idilli légkörben, rájöttem, hogy ez nekem már nem hiányzik, a versenyekkel együtt járó feszültség. Azt mondják, hogy azok tudnak jól teljesíteni, akik éhesek a lövésre. És nekem ez már nem volt meg, tehát kialudt a tűz. El kell, hogy mondjam, hogy nem voltunk az olimpián, az nekem egy nagyon nagy törést jelentett. Nekem akkoriban 82-84 nagyon jól ment, és hogy nem mehettünk, ez egy valódi törést jelentett. Tehát már nem tudott annyira tűzbe hozni, nem tudott annyira érdekelni. Ugye még voltak fellángolásaim és jó eredményeim, hiszen utána is nyertem még érmeket, de az már nem volt olyan igazi. Úgyhogy így hagytam abba. A kedves férje nem volt lövész? De. Igen? De. Igen, ő is lövész volt, igen. Ő futóvadlövő volt. Futóvadlövő az, ami keresztül szalad, ugye? Akkor még vaddisznó alakok szaladgáltak jobbra-balra. Igen, még azt láttam olimpián. Igen. Igen. És azóta egy puskát vagy egy pisztolyt se sütött el. De, mert megvan a fegyverem, és Dabason, ahol élek, ott van egy lövészklub, és ugyan nem túl gyakran, de előfordulok a lőtéren. Magát a fegyveremet nagyon szeretem, tehát azért nem szakadtam el teljesen a sporttól, meg figyelem az eredményeket. Hogy... És mik vannak ráragasztva a markolatra? Ezek hitelesítő matricák. Tehát amikor egy-egy versenyen lemérik a fegyvert, megnézik, hogy szabályos-e, és hogy indulhat-e az ember, alkalmazhatja, használhatja a versenyen, akkor ragasztanak rá egy matricát. Ja, úgy, azt hittem, hogy valami egyéb emlék, de hát így is emlék. Hogyne, persze. Emlékezteti. És ha szabad kérdeznem, a méhészet, az hobbi, vagy esetleg, hogy mondjam, jövedelem kiegészítő, tehát hol tartanak vele? Ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis a férjem mindig vidékre vágyott. És volt is egy konfliktusunk, mert ugye engem a lövészet Budapesthez kötött, ő meg ment volna vidékre, és megállapodtunk abban, hogy ha én abba hagyom a lövészetet, akkor vidékre költözünk. És egyszer csak be kellett tartani ezt az ígéretet, és elköltöztünk vidékre, és a férjemet nagyon érdekli minden, ami a természethez köthető, és az ő baráti, családi körében volt egy férfi, aki méhészkedett, és a férjem tőle tanulta el a méhészkedést, és ez valójában hobbiként indult. Nem lehet belőle most sem megélni, tehát mindannyian dolgozunk mellette, de azért a méhészkedés megmaradt, a méheknek a zsongása is szerintem nagyon jó. Hogy számolják? Családonként? Családonként. Hány család van? Körülbelül 100 családunk van. Ezt nem tudom, az sok? Sok. Egy kaptárban nyáron kb. 70-80 ezer egyed számlálható. Persze nem számoljuk meg soha, de körülbelül ennyien vannak. Hát, de ez sok munka is akkor. Hát nagyon. Állandóan kell.
Igen. Nem örökké csak a mézet szedik el. Ó, nem, nem, nem. A méhekkel állandóan van feladat, és a méhészettel maga állandóan... is tudja a munkát, részt vesz benne? A mi családunkban nagyon magas az egy... tehát nálunk mindenki méhész. A lányom is elvégezte ezt az iskolát, a férjem is elvégezte, mert azt gondoltuk, hogy ez... ettől tudunk mi minőségi mézet előállítani. Tehát, mint ahogy a lövészetben itt is nagyon fontos, hogy ha már csinálunk valamit, azt csináljuk jól, és szerintem az élet minden területén igaz ez. Tehát a sport nagyon sok mindenre megtanít, ez az egyik, hogy ha csinálunk valamit, azt csináljuk jól. És már van híre a homokiék mézének? Igen, Dabason, igen, hajaj, igen. Sőt, hát fajta mézeket pergetünk, és különböző növényekre visszük a méheket, és nagyon jó, mert korábban csak vegyes mézet fogyasztottak a dabasiak, illetve az akácot, és megmutattuk nekik, hogy milyen a selyemfűméz, a hársméz, az ezüstfaméz, különböző vegyes mézek vannak. Ebben most nem merek belevenni, de halálosan izgat, hogy hogyan lehet a méheket rávenni, hogy csak a hársra menjenek, vagy onnan gyűjtsenek. De hát ezek szerint lehet. Lehet. Na hát ezt legközelebb. Jó. Renáta, mit csinál, amikor nem a lövészet? Nálunk is a családi vonal nagyon erős, bár egy kicsit más irányba terelődtünk, mi sikék. Nekem apukám katona volt, amikor én még kicsi voltam, úgyhogy valószínűleg nekem minden eredt a lövészet is, egy kicsit családon belülről, illetve anyukám pedig gyógyszertári szakaszisztens, majd a nővérem is gyógyszerész lett, úgyhogy én is ezen a pályán indultam el, már az egyetem alatt dolgoztam egy gyógyszergyártó cégnél, és akkor utána pedig elhelyezkedtem patika látogatóként, orvos látogatóként dolgoztam nagyon sokáig, és egy jó pár évvel ezelőtt végül így a család unszolására én is elvégeztem a gyógyszertári szakasszisztensi képzést, úgyhogy most már patikában is dolgozhatok. Illetve és dolgozik is? Jut idejére? Mostanában nem. Most az elmúlt egy évben, amióta ugye a világbajnokságon megszereztem a kvótát, azóta tulajdonképpen profi sportoló lettem így életemben először. Ez egy nagyon nagy újítás volt, mert hát én tulajdonképpen mindig hobbi szinten csináltam ezt a lövészetet, és amikor jutott rá időm, akkor jártam edzésekre, ugye a munka, a család és minden más elfoglaltságom mellett párhuzamosan, most pedig a lövészet az első, és jelen pillanatban nem is dolgozom, mert ugye rengeteg versenyre utazunk, edzőtáborok vannak szinte minden második héten, illetve rengeteg edzésem van. Úgyhogy jelenleg profi sportoló vagyok. Ja, hát ameddig nem volt világbajnoki bronz és kvóta, addig dolgozott már. Igen, az teljesen más volt, mint most. És ilyen házi hobbi egyéb nincsen, mint a pálmáéknál? Nem, ilyen kifejezetten hobbi szinten nem űzök semmi mást. A patika vonal az megmaradt, mert nővéremnek van egy patikája, és akkor nála szoktam a hobbi szinten dolgozni, igen. De az már csak azért, hogy ne essek ki a lendületből, hogyha az olimpia után úgy alakul, akkor ugyanúgy tudjak tovább. Nem beszéltünk a légpisztolyról, és nem is nagyon sok időt akartam ezzel foglalkozni, mert végül is a lényeget illetően az eljárás nem igen különböző. Lőtt légpisztoly el is, Pálmai? Igen, de én nem szerettem. Nem. Sokáig én sem szerettem a légpisztolyt. A légpisztoly egy ilyen kötelező rossz volt, hisz a sportpisztolyt ugye 25 méteren lőjük, ezt általában egy nyitott területen, tehát nyáron tudunk sportpisztolyjal lőni, és akkor a téli szezonra volt, maradta a légpisztolya, amikor tudtam gyakorolni, az ugye egy 10 méteres versenyszám, tehát bárhol, otthon is föl lehet állítani egy lőteret, nem is hangos, de azt egész télen lehetett csinálni.
Sosem voltam benne annyira sikeres, jól ment, de nem éreztem magaménak, ugye ott nincs lőporillat, nincs meg ez a mozgás, mint a sportpisztolynál, sokkal izgalmasabb versenyszám volt nekem, de aztán az elmúlt 5-10 évben már megtanultam a légpisztolyt is szeretni, és aztán a világbajnokságon jött ugye a meglepetés számomra, hogy tulajdonképpen első helyen kvalifikáltam magam a légpisztolyból is a döntőben. Amit soha életemben nem gondoltam volna, mert én mindig is sportpisztolyos versenyzőnek gondoltam magam, és rá egy fél évre pedig még az Európa-bajnokságon is légpisztollyal döntőbe kerültem, illetve bronzérmet szereztem ott is, úgyhogy most már nem tudok különbséget tenni a két versenyszám között, mert mind a kettőt nagyon szeretem. És mind a kettőben indul is az olimpia. Igen, mind a kettő versenyszámot lőhetem. Ez a légpisztoly, az, úgy emlékszem ifjú koromra, hogy akkor nem is nagyon versenyeztek légpisztolyjal még. Lehet, hogy nem emlékszem arra, hogy ebben ilyen világbajnoki vagy Európa-bajnoki, hanem inkább úgy, mint hogy Renáta mondja, hogy télen is legyen hol edzeni, vagy hogy ne. Az csak az én rossz szokásom volt, hogy én így álltam hozzá, de a gyerekek légpisztollyal, illetve légpuskával kezdenek el lőni, és ugye csak egy bizonyos életkor után lehet éles fegyverrel is gyakorolni, úgyhogy nagyon, a legtöbb lövő légpisztollyal, illetve légpuskával kezd. Hát az a helyzet, hogy ilyenkor az ember az én helyemen, ahol mit én vállaltam most, az bizonytalanság hogy érez, mert nem tudom, és ezt most a nézőknek mondom, hogy nem tudom pontosan, hogyha majd a versenyeket látják, mert ma már az a szerencsénk, hogy a tévé tud közvetíteni lövészetet is, mert milyen sokáig nem tudta, aztán most már tökéletes illúziót ad, mindent láthatunk belőle, pontosan azt, hogy talált, hogyan talált el, mi történt. És én nagyon remélem, hogy most a hölgyeknek a szabad nyomán azért egy kicsit közelebb állunk a dologhoz, közelebb jutottunk. Mert az, hogy én közelebb jutottam, azzal önök sokra nem mennek, de hát végül is önöknek szólt ez az egy óra, és remélem, hogy majd amikor látjuk Renátát, akkor már tudni fogjuk, hogy tulajdonképpen miről is van szó nagyjában egészében. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm. És én a nézőknek a türelmet. Viszlát.